Megint este van, de nekem megint a Minecrafthoz van kedvem. A fejemen biztos látjátok, hogy este van, mert a szemem már ragad le. És nem tudom, láttátok a tegnapi videót, attól függ, hogy mikor nézitek. Nem tudom, láttátok a tegnapi videót, ahol éjszaka kedvem támadt nekem játszani Minecrafttal. Na most nem játszani Minecrafttal, hanem Minecrafttal kapcsolatos dolgokat szeretnék unboxingolni, mert képzétek el, jött egy ilyen szürke zsák, amit muszáj voltam egy kicsit megnyitni, hogy egyáltalán tudjam, hogy mi ez. Mert hát egy darabka ennyi volt rajta, és így le volt téve. Tessék, Gergő. Ajándék van benne. Ki kellett derítenem, hogy mi ez értelemszerűen, hogy tudjam. És hát ezért így belenyúltam, és lám-lám, mit találtam benne. Picike dobozkákat Steve-vel. Steve jött picike dobozkákba. Tehát egy... 2. 3. Hány van még ebbe? 4. The Jesus Christ. Na jó, 5. Igaz? 5. 6. 6. Srácok, 6 Minecraft dobozkánk van itt. Megpróbálom egy kézzel megfogni. Természetesen nincs olyan videó, ahol Gergő nem ejt le valamit. 6 Minecraft figura. Zsákbomacska. Ugye, aki nem tudja, hogy mi ez igazából, ez egy dobozka, amiből sok-sok fajta széria van, imádom őket. Zsákbomacska. Ezek, ebben a szériában ezek lehetnek. Már pár dolgunk van belőle, de szeretném az összeset megszerezni. Ezért rendeltem még 6-ot. Ugye az előző ilyen kibontós videóban is ezt a 6-os szériát bontottuk, ez az Endstone széria. Most kibontunk még 6-ot, és reméljük így már most az összes meg lesz. A videó végén megmutatom nektek, amit az előző videóban bontottam ki. De most kezdjünk is bele, és reménykedjünk valami aranyban. Ugye tudjátok, ez a sorozat, ez úgy működik, hogy én ezt itt most kibontom. Kiveszem a zacskót, és akkor oda mutatom nektek, és én elnézek, és ti imádkoztok, hogy valami menő és arany legyen, és ne duplikáció. Hát nem arany! De nem is duplikáció! Tátarararará! Ezek magma cube-ok. A játékban nagyon-nagyon ritkán találkozom velük. Ezért jóba vagyunk. Egy mínusz. Nagyon izgatott vagyok, remélem ebbe is lesz valami arany is. Mi nincs még? Nekem itt van segítségnek az előző videóból a pár figura. Ha ti nem láttátok, akkor keressétek meg azt a Minecraft zsákbamacska videómat. Szerintem majd lelinkelem. Nincsen nekem ilyen Guardianem, az biztosan nincs. Ha jól tudom, ilyen Alexem sincs. Ilyen Steve-em sincs. Portál! Pigmen a portálba, ez nagyon-nagyon tetszene, hogy srácok, ezekért imádkozunk. És segítsetek nekem is otthon a képernyő előtt kantáljátok azt, hogy mondjuk legyen Pigment Portál. Pigment Portál. Mondjátok velem együtt, Pigment Portál van ebben a kis zacskóban, méghozzá aranyszínű. Pigment Portál, és hát már érzem, hogy nem Pigment Portál. De vajon Steve? És egy zombi! És ez is jó! Ilyen se volt az előző videóban, srácok. Ez egy zombi, akinek 2 nyíl lúg ki a fejéből. Hát Jesus Christ szegény. Méghozzá úgy nézem, hogy sárga a bónak, vagyis az i nyílnak, az i-nak a teteje. I, vele, angolul arrow. Magyarul az i, így vessző. 2 kiment, még van 4. Kövi, amiben az endstone lesz. Endstone lesz, méghozzá aranyszínben. Tehát srácok, ismét, endstone. Milyen endstone? Ender portál. Nether portál, nem is ender portál. Zombie pigmennel. Próbálom a legkevésbé megfogni, hogy ne érezzem mi ez. Oh. Egy cuki malacka, de ilyenünk volt az előző videóban. Semmi gond, attól még Röfike nagyon-nagyon aranyos, szeressük Röfikét. Te miért jöttél? Te már voltál itt. Ő már volt a showban. Csak úgy látom, még egyszer akar szerepelni, de reméljük legközelebb nem akar még egyszer szerepelni. Ebbe egy Nether portál lesz, biztos vagyok benne. Ide érzem a Nether szagot. Ti szeretitek a Nethert? Minecraft fanok. Igazából nekem, képzeljétek el, mindig is vágyam volt, hogy csinálok egy Nether házat, a Netherben egy házat, és egyszer csináltam is, de ez nagyon rég volt, úgyhogy mit szólnátok, hogy csinálnánk egy sorozatot, ahol a Netherbe laknánk?
durva lenne, mert például a fát meg ilyeneket a felső világban. Na mindegy. Ez is leesett, úgyhogy ez arany. Ez arany, mert ez leesett. Az első ilyen unboxingolós videóban is ez volt. Hát nem portál, nekem nagyon kell az a portál. Mi ez? Srácok, mi ez? Witch! Ilyen is volt az előző részben. Ez már a második duplikációnk ebben a sorozatban. De semmi gond, ha a következőbe arany lesz. Szóval már kibontottunk egyet, meg még egyet, meg még egyet. Tessék már. Bom! Ennyit kibontottunk, és még van kettő. Ez úgy hangzik, mint egy Nether portál. Úgyhogy ezt letesszük. És jön ez. Tehát ebbe vagy egy Guardian legyen, vagy egy Villager. Ó, nézzétek azt a menő Villagert ott az oldalán. Na az még király lenne. Vagy egy Alex. Izgatott vagyok. Nether portál. Vagy valami arany. Az is jó a duplikáció, csak legyen arany. Egy arany figuránk van még csak. Ez valami figura. Tehát valami kicsi. Guardian! Srácok, Guardian! Guardian, Guardian! Aj, de jól néz ki! Jesus Christ, de jól néz ki! Azt az eget! Azt az eget, srácok! Ezt nézzétek! Hát ez mi menő, néz már ki ez a Guardian! De jó! Na jó, erre nagyon rég vágytam. Ez nagyon király. Igaz, jobb lenne, ha arany lenne. De nem szabad ilyennek lenni, nem szabad mindig mindent akarni. Hát ez is menő! Egy Guardian, aki éppen hát valami támadást level ki magából. Ugye tudjuk, hogy mi az, de aki esetleg nem ismer a Minecraftot, annak ez furcsán nézhet ki. Jesus Christ! És srácok, az utolsó, ami nehéz. Tehát valami nehéz lesz. Remélem nem egy shulker box, mert olyanomból már van kettő. De nem. Ez egy portál lesz. Srácok, ezt bontsuk ki együtt. Vegyétek Tiki. Tiki. Na jó, sajnos nem tudjátok, úgyhogy kiveszem én helyettetek. Ennek portál illata van. Na! Srácok, izgatott vagyok. Ez az utolsó csomag a mai videóban. És egy óriási lájkot kell nyomnotok, hogy bontsunk ki még többet, mert ezek elég drágák, megmondom nektek őszintén. Elég drágák. Úgyhogy nyomtok egy óriási lájkot, ha még szeretnétek folytatást. Ti látjátok, hogy mi az ének sem velem fogni. Mondjátok, hogy egy olyan, ami még nem volt. Ami cuki, meg minden csak, de itt, amit most bontottunk ki. Itt van még egy. Sőt. Három. Három sokköröm van. Ez a kettő doboz is kifújt. És így mindig nincs a teleport. De! A mai epizód királyai, ez a Magma Cube 3-as, ez a Guardian, és a zombi. Ő ez a három. Ők ezek. Ők azok, akik megmentették ezt a mai videót a pusztulástól. Tehát bemutatom nektek közelebbről is őket. Lassos kézkrémen, amit ugye slimehoz használunk. Tehát a slime rajongók biztosan ismerik ezt a kézkrém dobozt. Itt is van a három főszereplő, akiből egy azt mondta, hogy ő most mégsem szerepel, de szerepelsz. Tehát itt van, srácok, a három főszereplő. Ők voltak, akik a mai showt vitték, de természetesen volt egy boszorkányunk, egy sorkörünk és egy kismalacunk is. És ahogy ígértem, bemutatom az előző rész szereplőjét. A két sorkör, a ló, a szénás ló, ő nagyon menő volt, de ennek örültem a legjobban, a robbanó creeper. És ugye a malacka, akit már láthatok a mai videóban is, és a boszorkány, akit szintén láthatok a mai videóban. Úgyhogy srácok, nem volt ez rossz nyitás. Legfőképp a Guardian miatt, ebből a részből ő a kedvencem. Az előzőből a robbanó creeper. Írjátok le kommentben, hogy ebből a részből melyik volt a kedvencetek, meg az előző részből melyik volt a kedvencetek. Meg akár ha az előttit is látod, akkor abból a részből is melyik volt a kedvencetek.
Imádom ezeket a zsákba macska sorozatokat, csak még egyszer mondom, eléggé költségesek, de ha szeretitek, akkor jöhet is a következő rész. Úgy tudjátok segíteni a sorozatot, hogyha megosztjátok sok-sok haverotokkal és ismerősötökkel, hogy minél több emberhez eljusson, mert minél többen megnézitek, annál több visszajelzést tudok kapni, hogy ti is szeretitek ezt a sorozatot. Úgyhogy srácok, köszönöm, hogy itt voltatok velem, köszöni Géza a Guardian is, hogy itt voltatok vele, nagyon-nagyon örül ennek, hashtag Géza a Guardian, vagy védelmező, Géza a védelmező. Mindegy. Géza. Géza, köszönöm, hogy itt voltatok, meg a többiek is köszönik, hogy itt voltatok, meg én is köszönöm, hogy itt voltatok, és srácok, ha szeretnétek csatlakozni a világ legeslegjobb csapatába, a Jágerekhez napi király videókért, akkor semmi más dolgotok nincsen, mint feliratkozni napi király videókért, mint ahogy mondtam, minden nap 18:00-kor itt a Jánosi Gergő csatornán, és ha szeretnétek ti is ilyen nagyon-nagyon menő Jágeres cuccokba feszíteni, ez a táska zseniális szó szerint, akkor tekintsétek meg a www.vidosbolt.hu per Jánosi Gergő oldalt. Király Jágeres cuccokért még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk holnap, de ha nem bírjátok ki, itt van 2 darab videó, itt, meg a fejemben a feliratkozás. Nézzétek meg ezeket is, megiratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!